nem csak magunknak csináljuk a színházat, ugye a közönségnek csináljuk, és bizonyos fórumokon én azt hiszem, hogy fontos, hogy ezek a kritikák megjelenjenek, hogy írjanak rólunk, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hisz akkor honnan tudnának előadásokról. Volt olyan időszak, amikor senki nem írt. Volt jó pár hónap, vagy nem tudom én, és amikor senki nem írt a színházról, és az nem tudom, az még talán rosszabb, mint ha rosszat írnál, nem tudom. Megmondja a kritikus, nem így kell csinálni, híres neves nagy művészé nem fogsz te így válni. Mindenkinek van egy álmas, vagy teljesül, vagy nem, kiadalban kénekli, ki megírja a cikkben. Milyen hatással van a kritika egy előadás alkotóira? Mitől hiteles egy kritika? Gondolatok kritikáról, kritikusokról. Én megmondom őszintén, én nagy bajban vagyok. A kritikával, mint olyannal, de elsősorban a szlovákiai magyar színházi szakírókkal vagyok nagy bajban. A bajom az velük, hogy nincsenek. Tehát ha lennének megfelelő módon szakképzett és szakértő kritikusok, akkor tudnék adni a véleményükre is. Én azt gondolom, hogy amiket itt írnak rólunk, most szlovákiai betegbe gondolom, inkább a féle véleménymondó, egyvéleményes recenziók jelennek meg, inkább ennek nevezném őket, mint kritikának. Kritikák talán magyarországi szaklapokban jelennek meg. És ők járnak ide? Hát valószínű, hogy inkább Pesten néznek meg bennünket, és akkor írnak rólunk, azt hiszem, ugye jól mondtam. Hát főleg igen. Uh-huh. Mostanában, bár előfordult pár alkalommal, hogy volt itt a Sándor el, akit én egy mérvadó kritikusnak tartok. Ő ugye Magyarországról járt hozzánk pár alkalommal, mostanában ritkán láttam őt itt, és a mai előadás után volt itt a Nána István, akit én szintén egy mesternek tartok, és elolvasom a kritikáit. A Rihárd után. A Rihárd után volt itt, igen. És a 7 óra 7-től itt ott előfordulnak nálunk emberek, ahol megjelennek a színházról kritikák. Tehát ennek is megvan a saját stílusa, tehát a saját módszere, hogy hogyan kell, tanítják, gondolom újságírói, meg különféle média oktatási intézetekben tanítják, hogy hogyan kell kritikákat írni. Sokan ezzel nincsenek tisztában, annak ellenére tollat ragadnak, és különféle lapokban, különféle módon, különféle képpen és különféle véleményt formálva kritikának minősített írásokat is írnak. Én ezeket nem tartom kritikáknak. Ezek különféle vélemények, amiket lehoznak különféle sajtóorgánumok. Tehát én, amikor azt mondom, hogy valahol ezt is kordában kéne tartani, vagy ellenőrizni kellene, akkor a lapkiadók felelősségéről is beszélek. Tehát nem biztos, hogy mindenképpen meg kellene engedni akárkinek azt, hogy kritikát írjon. Nyilván, aki kritikát ír, annak kell legyen egy, gondolom én, szakmai felkészültsége, biztos sokat jár színházba, vagy előadásokat néz, akár az adott darabról, amiről ír, lehet megnézni nem egyszer, nem kétszer, belenéze vajon a próba folyamatba. Szerintem ez mind összefügghet. Én elolvasom a kritikákat, minden kritikát elolvasok, ami megjelenik, akár felvidéki írótollából, vagy magyarországi kritikus. Például olyan előadások kritikáit is el szoktam olvasni, amit még nem voltam, amit nem láttam, mert érdekel, esetleg felhívja a figyelmemet egy-egy előadásra. Vannak emberek, akiket kimondottan kedvelek kritikusként, nem tudom, hogy sorolhatom-e. Például Csák Juditot kedvelem, az ő kritikáit olvasom, és elgondolkodtatónak tartom. Ő nagyon ritkán ír rólunk, szerintem évek óta nem írt. A Nánai Pistát már említettem. És vannak emberek, akik már nincsenek köztünk, említeni, mint a Dusza Pistát, akinek kritikáit szintén el szoktam olvasni, és érdekelt is a véleménye.
Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy hidegen vagy, hogy nem olvasom el a kritikákat, mert mégis az normális dolog, hogy azért végül is színészként érdekel az, hogy mi jelenik meg róla, vagy egyáltalán mit olvasnak rólam az emberek, mit kapnak információként, vagy hogy valaki hogy vélekedik rólam, mi az ő véleménye, hogy én hogy játszom, és végül is az jelenik meg a sajtóban. Nem. Soha nem volt még olyan, hogy mondjuk egy kritika úgy igazán szíven jutott volna? Nem. Bocsánat, volt egyszer. Nagyon burkoltam, akkor még volt egy nagyon jó és szakavatott színházi szakíró, Dusza Istvánnak hívták, és az első ilyen nagyobb színpadi szerepem, amiben úgy beledobtak engem még Kassán, még a főiskola előtt, kapcsán azt írta, hogy az előadásból hiányzott Tóth Tibor tudatos játéka. És én ezt tudtam, hogy az ő tollából ez mit jelent. Tehát ez a legsúlyosabb kritika volt. A tudatos játék hiánya egy színészből, egy előadás, egy szerepformálás kapcsán. Hát gyakorlatilag pocsék. És akkor úgy el akartam hagyni a pályát, és tudtam, hogy ez... Tehát nem haragudtam rá, ez egy őszintén, én tudtam magamról, hogy nem vagyok benne jó, és ez egy ilyen szembesítés volt azzal, hogy valószínűleg akkor ezt nem érdemes csinálni. De aztán hála Istennek jött egy következő szerep rá pár hétre, és abban viszont nagyon jó kritikákat kaptam, és az úgy visszalendített. Meg aztán jött a különféle másfajta elismerés, meg a főiskola felvételi, sikeres felvétel, jöttek a sikerek. De hogyha akkor nem jött volna siker, akkor valószínűleg nagyon-nagyon-nagyon... Hát akkor most mégis azt mondod, hogy csak fontos volt számomra. Akkor fontos volt számomra. Tehát nagyon zöldfülű, nagyon tudatlan, hát első színpadi szerep. Nagyon tudatlanul, nagyon zöldfülűen, és akkor jön egy ilyen meglátás, ami engem csak megerősített abban, amit én is tudtam. Én például inkább annak adok a véleményére, mondjuk egy kollégáira, akit nagyra tartok. Nekem többet ér, mint bármi a kritika. Bár azért meglegyezgeti a hiúságomat, hogy egy magyarországi szaklapban írnak jót, mint hogyha a... nem mondom, hogy hol. A kritika, és most nem arról beszélek, a jó kritika, ha jót ír, akkor sem biztos, hogy helyén való az, amit egy előadás kapcsán megfogalmaz. A rossz kritika pedig, főleg, hogyha nem jogos egy előadással, színházi előadással kapcsolatban, ugye most arról beszélünk, akkor sok esetben romboló hatású is lehet. Tehát mondjuk eltántorítja a nézőt attól, hogy megnézze az előadást. És még a közönség véleménye, hát az is egyfajta kritika. Igen. Az is megerősített bennünket arra, hogy egy-egy előadást sokkal nagyobb kedvel és sokkal nagyobb elánnal, és ez jobban igaz. Átgondolod azt, amit addig csináltál, fejleszted a szerepedet, de nem konkrétan a kritika miatt, hanem szerintem ez úgy alapjáraton hozzátartozik az ember munkájához. Mert nem szogyolázni járunk be a színházba, meg nem azért járunk be, hogy szórakozzunk, meg mit tudom én, elüssük az időt, hanem ez a feladatunk, én úgy gondolom, és egy kritika hozzá tud rakni ehhez a szerepépítéshez. Igazából azoknak a kritikára adok, vagy vagyok kíváncsi, akikről azért tudom, hogy ebben ezzel tényleg nagyon foglalkoznak. Tehát tényleg rengeteg előadást megnéznek egy évben, akik olyan szinten fölkészültek ebben, nem csak valami fajta szubjektív, vagy ilyen pillanatnyi hangulat szerint írnak kritikát. De még megmondom őszintén, hogy tehát még azoknál az embereknél is azért ezt rezervával kell venni, mert hát hiszen jó, ez egy benyomásuk, de attól azért mégiscsak mindefölött a legfontosabb az én belső érzésem, hogy az én az önkritikám, tehát hogyha kritikával beszélünk, hogy az önkritikám mennyire, és az viszont én úgy érzem, hogy az van annyira erős, hogy azért én tudom azt, hogy mi az, amit magam kiállok valamiért, és magam is el tudom ismerni azt, hogy hát ez azért nem volt annyira jó alakítás. Ha egy rendező egy olyan erős lenyomatot hagy egy-egy előadásban, vagy egy-egy szerep megformálásban, hogy én abban biztos vagyok, és nem állok instabil lábakon, akkor nekem jöhet például a Sóki László kritikája, amit konkrétan a Prima környékről nem tartok kritikának, az egy személyeskedő, sértegető írkafirka,
Azt nem tartom kritikának, és én ettől nem fogom rosszabbul játszani a Prima környékben a Jolán szerepét, mert ő azt írja rólam konkrétan, hogy biztosan nem szerette Bandor Évát a szerep, vagy Bandor Éva nem szerette a szerepet. Én szeretem ezt a szerepet. Az tény is való, hogy küzdök vele, mert nekem ez egy nagy küzdelem, de az, hogy én minden egyes próbán ott voltam, és én meghallgattam azt, hogy Valló Péter, akit egy mesterembernek tartok, hogy fogalmazza meg a gondolatait, és hogy építi bele a színészekbe azt, amit ő szeretne ebből az egészből kihozni, ebből az egész előadásból, az szerintem egy mestermunka volt, és én tiltakozom ez ellen, az Irka Firka ellen, ami ebben megjelent. Attól személyeskedő, amikor nem pusztán a engem, mint színészt boncol, vagy amint szerepet boncolja, hanem túlmegy azon a határon, tehát engem, mint személyt, és nem mint színészt. A kritika nem azért van, hogy mondjon valaki valamit, és akkor az alkotók megijedjenek tőle, és akkor elkezdjenek másféleképpen játszani, vagy nagy Isten örüljenek tőle, és akkor még jobban abba az irányba menjenek, ahova a kritika tolja őket. Tehát az nem azért van. Meg lehet belőle fogadni valamit, egyet lehet vele érteni, és el lehet utasítani. Ennyi. Harcolni nem érdemes ellenem. Hogy mintha a kritikusok azon kollégákat, akiknek már mondjuk hosszabb múltjuk van, nem igazán mernek. Még akkor is, hogy a fehér foltos az alakításuk, és ezt nem én mondom, hanem mondjuk egy társulat, akkor sem írják meg róluk, hogy már pedig volt elmarasztalható ez az etvasz, holott ugyanakkor pedig a pályakezdőket szívesen ostorozzák. De a Dusatista megmerte írni egyébként. Örülök. Én őt még úgy nagyon nem éltem meg. Megmerte írni. És ezt nagyon hiányolom. Sőt, már olyanra is fényderült, hogy XY-nak nem is az volt a véleménye, amit írt. X tetszett neki, és Y dicsérte benne. Régebben rosszabbul érintett egy negatív kritika. Igazából annyira negatív nem is volt. Volt olyan, hogy kihagytak például a felsorolásból. Ilyen már volt. Akkor sokat gondolkodtam azon, hogy vajon miért? Mit csinálok rosszul? Most már szerintem lazábban veszem ezeket a dolgokat. Megmondom őszintén, hogy az szokott zavarni, hogyha ha picit mégiscsak nagyobb szerepen van, mint egy ilyen aprócska statiszta szerep, és akkor abban az adott írásban vagy meg se vagyok említve, vagy csak úgy fel vagyok sorol. Tehát úgy felsorolnak, hogy hát úgy részese voltam ennek a produkciónak. Na ez egy kicsit úgy azért be tud ütni, hogy hú, hogy akkor most ez annyira nem hatott ez a dolog, hogy még arra sem vagyok méltó, hogy egy pár mondatot, vagy... Ebben az esetben is én értem azt, hogy főleg ami nálunk megjelennek kritikák itt, azok azért szűkebb teret kapnak az adott újságban. Én tudom azt, hogy például akikről beszélek, hogy tényleg olyan kritikusok, akiknek nagy rálátásuk van, azért olyan magazinokban írnak, mint például a Színház magazin, amit szoktam így olvasni, ahol ott bőven van hely, hogy kifejteni, bőven. Egyébként azok a jobb, tehát végülis ott van több tér arra kifejteni a pro és kontrát. Így viszont én tudom, hogy maguk ezek a kritikusok is be vannak határolva, hogy hát pár hasáb vagy oldal, amit ők megkapnak, és akkor abba bele kell férni. Én annak a kritikusnak a véleményére adnék, aki nem mondom, hogy egy próbafolyamatot nézzen végig, de mondjuk 15-ször, ha beülne, látná a fejlődést, látná, hogy bizonyos színész mit kapott rendezőtől támasztékul, ki volt az, akinek le lett kottázva minden, ki volt az, akire magasról volt fütyülve, ki volt az, akinek hálás a szerepe, akinek a szerepe ki volt herélve, aki nagyot fejlődött, aki teljesítette a rendezőnek az elvárását, ki az, aki csak simán szuggesztív, mert alapból az már a személyisége, de meg se közelíti azt, amit a rendező elvárt tőle, gondolok itt a szerepalkotásra. Tehát, hogyha látná ezt a folyamatot, hogy kicsit belefolyna, és látná ezt az egészet, ennek az egésznek a egybelegét, az lenne talán reális. Előfordult, hogy kritikus beszeretett volna jönni próbára, mindenki előtt nyitva áll a színház. A színházi próba egy bizonyos fázisa, tehát minden fázisban, természetesen a keresés fázisában, meg amikor a színész tépelődik, és hát nem olyan fázisban a próba, akkor nem szívesen lát az ember idegeneket, de nem zárkózunk el attól, hogy akármelyik stádiumának
a próba akár még stádiumában betekintsen egy kritikus, ha ő hajlandóságot mutat, sőt, hát írhatna többször is róla, írjon akár kritikát a próba folyamatról, írjon az előadás születéséről kritikát, véleményt, aztán írjon a megszületett, a bemutatott előadásról akár, vagy írjon a 26. előadásról, hogy hová jutott el az az előadás, amit ő látott megszületni, és a bemutatóján ott volt, vagy a nyilvános főpróbáján is, ahhoz képest a 25. előadáson mit látott. Tehát erről is lehetne tanulmányokat írni. De én úgy gondolom, hogy a felvidéki írókat, újságírókat, szakírókat, akár mindegy, hogy minek nevezzük őket, én úgy gondolom, hogy ilyen szinten a színház nem foglalkoztatja. Mindenkinek van egy álmos, vagy teljesül, vagy nem, ki a dalban, kinek, ki megírja a cikkben.